No, de az ide értünk a cipankhoz, amikor az előbb ide megérkeztem, akkor azt láttam, hogy a biztonsági őr hevesen forgatja a kulcsot a zárban, és meg is kérdeztem tőle, hogy azért teszi-e, hogy kinyissa és behívjon minket egy kávéra. Hát nem válaszolt erre a dologra, egy kicsit idegesnek tűnt. Hozzák a kávét? Nem nekünk hozzák a kávét, azt hittem, hogy azt hozzák ide a bankba, hogy akkor menjünk be, nem? Lehet, hogy most egyébként vagy a pizzát rendelték még meg, vagy a piros szőnyeget terítik le nekünk. Nem tudom, hogy mit szeretnének. Egy valami biztos is nagyon fontos lenne, ha minden ember észrevenné ezt. Itt vagyunk 15-en. 15-en megállunk egy bank előtt, és a bank bezár. Ha most semmi más nem csinálunk, csak egész nap itt ide leülünk, akkor ez így marad. Hát hányszor 15 ember van ebben az országban bajban? Menjünk már oda a bankok elé. Itt vannak ezek a plakátok, bárki tud nyomtatni, elérhetők az interneten. Szerintem hamarosan föltesszük az otthonvédelmi tanács oldalára is. Csinálunk egy ilyen dokumentum oldalt, ahonnan le lehet tölteni, és bárki, aki úgy gondolja, ezekből a plakátokból tud nyomtatni, bejelenti a rendőrségen, a rendőrség örül neki, hát persze, hogy örül neki, túlóra pénz, oda csak. A rendőrök nagy részének is van devizahitele, őket ugyanúgy átverték még minket, sőt most arra késztetik őket, hogy fellépjenek az állampolgárokkal szemben a bankok védelmében, azok a bankok védelmében, akik az ő családjaikat is kifosztották. Hát nyilván örömmel fogadják majd a bejelentést, lekameráznak itt minket, nagyon gyorsan mozog a T2-esnek a kamerája. Nyilván ez teljesen jó dolog, ettől mi nem félünk, ennek mi örülünk, hiszen miértünk folyik ez a dolog, azért, hogy lássák, amikor az ország újra épül, kik azok, akikre számítani lehet, azért fotóznak minket, nyilván azért nem félünk, mert eldöntöttük, hogy nem félünk, a bankok viszont félnek, amikor pár ember megjelen a banknál, hölgyem, akkor ők bezárnak, és ki se írták, tehát önt is jelenleg megévezik. Kiségítják, hogy miért vannak zárva, láttuk, hogy hevesen forgatja a biztonsági őr a zárban a kulcsot. De arra sem veszik a fáradtságot, hogy kinyírják, hogy miért tették ezt. Nagyon csinál dolog ez tőlük. De hát ezek ilyen macskok. Az előbb zárogatta az ajtót a bank, hát ez ilyen. Nem tudjuk, meddig lesz ez így, nyilván azt se írták ki. A múltkor a nyugati téren kiírták először, hogy déli, majd bizonytalan ideig, és ki sem nyitottak aznap, és természetesen az alkalmazottak sem ezen az ajtón, hanem a hátsó ajtón menekültek ki. Nem értjük, mi megvártunk, kíváncsiak voltunk, hogy meddig tart nyitva egy bank, hiszen fontos, mert ezeket majd be kell jelenteni a hatóságoknak, és ehhez tanúk kellenek, itt vagyunk egy páran, itt is várunk most jó sokáig, megnézzük, hogy mit szeretnének ezzel csinálni. Egyébként meg fontos ügyeket szeretnénk intézni, hiszen van közöttünk cipankos, akinek fontos ügyintézni valója van. De hogy addig sem unatkozzunk, én javaslom, hogy kezdjük el a kirakatokat az ajtóval együtt leplakátolni. Annyira kell csak spórolnunk, hogy még egy bank lesz ma, illetve ha valahol leszedik, akkor visszatesszük. Nyilván van, igen, így van, visszaadom, én pedig végzem azt a munkát, amit mindannyian elvállaltunk. Ezért majd végén kiderül, akkor az is kiderül, hogy meg
megfekszik a magyarországi pénzügyi törvényeket, család követtek el, becsapták az embereket, becsapták a magyar államot, megkárosították a magyar adóhivatalt és a tiszteleiket. Ezek a bankok most már vettek. Bezárták a feleségét. Szerintem a rendőrségtől kérjen segítséget. Éppen ezért felelősségbevonás bármilyen hosszúig érkezik el, de meg fog érkezni. Ezeknek a bankoknak a vezetői bizony súlyos történésekkel néznek szemben. Az úrnak a feleségét bezárták. Hívja fel a feleségét, hogy nyitassa. Ne lejts el, benned nincs igaza. Felhívjuk a figyelmet, hamarosan az úr bejelentést fog tenni. Maga ellen. Jó ellen. Ön bárki ellen tehet. Milyen emberek ezek? Miből faragták őket? Világos, nem csak mondom, hogyha most ez valamilyen nagyon fontos lett volna, akkor kiállhatnánk ez ellen. Világos, azért mondom, lehetett volna, de ugye már nekünk volt bírósági ítéletünk ezzel kapcsolatban, ahol megtiltott a rendőrség, mert hogy elveszítette a közterület jellegét, ráadásul az egy teklezárás volt. Azért mondtam, hogy ő nyugodtan, tehát én kibejzetten az a típus vagyok, aki, hogyha valaki ellenünk, amíg nincs atrocitás, mondja inkább el. Tehát miért korlátoznám én az ő jogokat? Nem tudnak vele mit csinálni, tehát igazából így van, tehát ezt ugye tavaly nyáron ez most elmegyünk ide is, azt most utána eldönt, utána visszamegyünk oda, megnézzük, hogy leszedik-e, vagy itt fogunk ide-oda szerintem mászkálni, és eldöntjük, hogy felosztatjuk, és akkor bemegyünk ügyet intézni, vagy nem. Tehát attól függ, hogy van-e valakinek ügyet intézni valója, hát úgy is fogok szólni, hogy elvilegesen hatig itt bármi lehet. Így van. Megy előre, igen. Könnyen előfordulhat, hogyha 5-kor vagy 5 után átmegyünk a Kossuth-tér a kis hatoshoz, de akkor igen, az könnyen előfordulhat. Majd még meglátjuk itt, hogy alakul a történet. Valahol tudunk-e ügyet intézni, nem nagyon akarják, hogy látom a bankot, hogy te menjünk. Igen, látjuk, hogy
nem? Tudják, de nem baj, nekünk ez így pont elég. Azt mondom, hogy ha nem, megkapnak minket. Hát kellene megkapnak, hogy így kétsünk. Hát más mondanak a bíróságon, mint ami a valóság volt. Láttad? Hát az meg ilyen nagyobb. Nem, hogy elment volna egy bordélyház, vagy szexshopból, Mindjárt visszaadom neked. Az a múltkor se tetszett. Egyszer megpróbáltam. No, hát Unicredit, vagy nem, hogy hívják ezt, Cibban, kellem már elkezdve egy kutya mind. Hát sőt, az is kiderült, hogy a bankok és a politikusok is egy kutya, sőt az összes politikus egy kutya, egy alomból való, megvárjuk, mert a hölgy nem szeretné, hogy hangoskodjuk. Láttam, hogy nehezen viseli, de nem probléma. A hangoskodásról csak annyit, hogy ugye a padölő is megmondta, hogy csak akkor kiabálja, hogyha valami fáj, ha valami baj van. És ha baj van, akkor viszont kiabálja. Hát ebben az országban most baj van. Ezért kell hangos beszélővel járnunk, ezért kell kiabálnunk,
ezért kell sokan jönnünk, és valamiért nem is értem, hogy ez a csalt felirat került ki erre a bankra. Lehet, hogy igaz, sőt szerintem biztosan igaz, még Magyarországon valamiért nem volt olyan bíróság, aki ezt megállapította. Ezért is ezer keresetet adtunk már be, büntető ügyben is, és polgári bíróságon is arra, hogy a bank csalt. Van egy teóriám, hogy miért nem, ez pedig az, hogy ez már büntető ügy, illetve ez lenne az, ami elvezetne oda, hogy nem kell visszafizetni, és kártérítést kell fizetniük a bankoknak. Ezért nem akarják, és a bankoknak olyan nagyon nem baj, hogyha semmisek lesznek a szerződések, mert mindenkit óvaintek attól, hogy beleélje magát, hogy az olyan nagyon jó lesz nekünk, hogyha semmisé nyilvánítják a szerződésünket, és kártérítés nélkül a banki igényérvényesítést elfogadjuk. Arra kell rávenni az összes jogászt és ügyvédet, ha a semmiség mellett is döntünk, mert mondjuk azt támadják csak, én egyébként támadnék mást is nagyon szívesen, mint ahogy a saját felünkben is támadunk, akkor amikor az elszámolás van, akkor azonnal ugyanabban a perben kell a kártérítési igényeket is beadni. De ugye ehhez még nagyon sok mindent kell bizonyítanunk. Kell bizonyítanunk azt, hogy nem csak az egy-egy ügyfélnek történt kára, hanem az egész gazdaságnak megtörtént a kára. És ahogy így elnézem, hogy mondjuk egy hazárulós feljelentés, vagy a bankárok terrorista feljelentése Orbán miatt azt mondják, hogy nem vagyunk érintettjei az ügynek, akkor vagyon, amikor a banki kártérítést arra fogom alapozni, hogy az összes magyar ember kár érte, akkor vajon nem fogják-e ugyanezt mondani? És az, aki viszont azt mondhatná, hogy az emberek nevében beadja ezt az igény, az meg nem teszi meg. Tehát akkor ő viszont hazáruló. De hazárulóként nem jelentetem fel, mert nem vagyok érintettje a hazárulás bűncselekményének, mint ahogy ezt annak idején Fanusoltnak is megírták az ügyészségről. Tehát így frankon beleharap a kígyó a farkába, és mindaddig, amíg nem leszünk ezrek és ezrek az utcán, és nem állunk meg minden bankra több százat, addig sajnos így fogják ezt görgetni előttünk, és így próbálnak kibújni a felelősség alól, hogy nem tudjuk az igazi nagy igényeinket érvényesíteni. De minket ez nem érdekel, hanem elég álszántan én ezt a kis csapatot nagyon díjazom, és nagyon büszke vagyok rátok, hogy elszántan újból és újból megcsináljuk. Vélelem nélkül, egyre bátrabban, egyre rutinosabban, egyre több jogszabállyal és tapasztalattal felvértezve. De mindenkinek azt javaslom közülünk is, hogy menjenek, és új embereket hozzanak ebbe be, és új emberekkel a saját környezetükben csinálják meg ugyanezeket. És azokat, akik meg csak így a videókból fognak kedvet kapni, akkor vegyenek példát Tecájékról, Juditékról, Debrecenben, így a Tecájékról, Zalaegerszegen, és csinálják ugyanezt meg a saját városukban, a saját környezetükben. Legyen ott is egy retteget banda, legyen ott is egy renitens csapat, aki mindig kiáll az emberek igazáért, aki nem hagyja, hogy kifosszák az embereket, azok az oligarchák, akik azt hiszik, hogy ezt megtehetik. És amikor ezt rendszeresen minden helyen újból és újból megtesszük, akkor vége lesz a kifosztásnak. Most menjünk át ide az Unicreditbe, és mutassuk meg nekik is, hogy belőlük is elegünk volt. Emlékeztek a reklámra, hova mentek, fiúk? Az Unicreditbe! Na menjünk! Na,